13 csapat, 222 játékos nevezett. Az eddig lezajlott 83 mérkőzésen 397 gól és 3 öngól született. Ezeken összesen 128 játékos osztozott, mindössze 2 összecsapáson nem született találat. A sorozat egyetlen kivételtől eltekintve sportszerűt keretek köz zajlik, összesen 3 piros és 32 sárga lapos figyelmeztetést osztottak ki a játékvezetők. Ezek az eddigi statisztikai adatok a félidőben a 2018. évi Paksvárosi Amatőr Teremlabdarúgó Bajnokságon. Az egyetlen győzelem nélkül álló alakulat a Rossz Fiú gárdája, míg a regnáló bajnok Lambsbau úgy tűnik nem védi meg címét az idei kiírásban. A sorozatot nagy fölénnyel az Ovid Ese vezeti, a dobogó második és harmadik fokáért azonban még legalább 4 csapat verseny. A támogatást a Paksi Rom Nemzetiségi Önkormányzattól kaptuk meg, így tudtunk indulni a versenyen. Hát a csapat vegyesen indult az egész, de többnyire a fiatalokat részesítjük előnybe, próbáljuk beilleszteni őket a csapatba, és nekik egy jó elfoglaltságot nyújtani ezzel, hogy indultunk a városi focin. Ahol több igazolt van nyilván az erősebb csapat, az is kérdéses, hogy melyik hétvégén vannak itt a játékosok. Úgy gondolom a színvonal nem változott, csapatok ugyanúgy erősek, de idén az Ovid azért kimagaslik. A teremlabdarúgó bajnokság február 11-én vasárnap 9 órakor a jelenlegi és a korábbi többszörös győztes párharcával, vagyis a Lambsbau Diófa összecsapással folytatódik az eszi csarnokban. A sorozat a tervek szerint március 24-én zárul. A torna főszervezője idén is a Paksi Sportegyesület szabadidősport szakosztálya.